Meghoztam nektek a Mama Hotel második részét, hogyha nem láttad az első részt, akkor nézd meg mindenképpen, de elmondanám, hogy a gazdék lepaszoltak engem a mamának, mert egy hétre elutaztak, és oda én nem mehettem el velük, úgyhogy elmutatom nektek, hogy hogyan telik ez az egy hetem, és ez már a második rész belőle, úgyhogy tartsatok velem. Elég izgalmas szerintem, de ne el Facebookon belépni a Merlin kalandjai csoportba, hogyha még nem tettétek, mert ott is izgalmas képeket szoktam megosztani. Aztán itt pedig folytatom az előző részt, mert itt megyünk haza, mert tudjátok, esténként át szoktam ide jönni, ahol lakok, mert meg kell tenni a hölcsőket, mert ugye itt lettek hagyva, aztán itt már váltam, hogy menjünk visszafelé, itt már ki nyitották az ajtót, és én nem értettem először, hogy most itt miért kell visszamenni, mert már itt hon vagyok. Aztán azt mondták, hogy Merlin, most még egy hétig ott szón nálunk. Hát jó van mondom, na mint hazaértünk, merettem a vacsorámat, szerencsére moha nem szokott írig lenni, és elég sokkol, zervet szokott, szokott adni, a barátom csak nyomogott rajta, én persze, egy pillanat benyomtam az egészet, mindig ezt szoktam csinálni. Nem szoktam ilyen, tudjátok, ilyen lassú evő lenni, hanem mindig megeszem az egészet, de én utána olyan kutya vagyok, hogy én nem szoktam ellopni a másiknak a kajáját, csak a sajátomat. Persze megenném, hogyha odaengedne, de úgy nem szoktam oda menni. Aztán a barátom is elkezd megenni, és ő képzétek el, hogy ha megeszi a sajátját, ő el akarja venni az enyémet, de persze akkor már nem szokott találni az én tányírom, semmit, mert én egy gyors kutya vagyok. Én nem szoktam itt Laca focázni a kajával, ha egyszer meg kell enni, akkor meg kell enni. De szerintem már ismertek annyira, itt még a maga barátom a kajáján. Készítek el, hogy most már ő is olyan kacsás kaját eszik, mint én ilyen kacsapás titomot, nagyon finom. Este pedig lefeküdtünk a mavának az ágyába, és mind a ketten az ágyába feküdtünk, hiába van itt mind a kettőnek a fekhelye, úgy döntöttünk, hogy mi ágyban fogunk aludni, persze, hol már nem féltel tőlünk, úgy, hogy elég kényelmetlen volt neki, de azt mondta, hogy nem baj, kutyák aludhattok az ágyba, legalább akkor jó fogtok aludni. Persze a tarkó csillámokat itt hagytam, mindenhol itt hagytam, mama nem győzött utánam porszívózni, mert a Berinek nincsenek benne csillámjai, mert ő neki nem húlik a szőre, nekem igen. Itt pedig már a reggelit láthatjátok. Képzeljtek el, hogy itt reggel és este is kapok konzervet otthon, csak este szoktam konzervet kapni, Úgyhogy ezt majd meg kell mondani a gazdinak, tényleg, kommentben ne felejtsétek el, írjátok meg, hogy a Merlin most már hozzászokott a reggeli konzervhez is, és otthon is kapjon reggel konzervet, meg este is, és ne felezze el, hanem egy egészet adjon neki. Ezt létszi, írjátok meg, ez nagyon fontos, mert hát, hogyha rátok jobban hallgat, mert így hiába mondom neki, hogy a bármennyi konzervet megbírnék enni, de hát mindig csak egy felet ad, mert azt mondta, hogy nem szabad olyan sokat merni. Persze a száraz kajából nem szokott így lenni. A bom mindig van a tányéromon. Aztán nézzétek meg, szokás szerint én már benyomtam az egész konzervet, a barátom, mert még csak most kezdi el enni. Hát ja, majd megtanítom rá, hogyan kell gyorsan enni, de mindig azt mondják, hogy ne fogd be a kaját mernin, mert nem fogja elvenni senki tőled. Hát mondom, mi az, nem fogja elvenni senki, amikor itt a barátom? És ő lehet, hogy épp arra vár, hogy elvegye. Persze szerintem eszébe se jutott elvenni, mert még a saját jette meg, ha hát még csak most végzett. Aztán utána a kicsit itt nézegettem, meg megnéztem, ahogy befejezi a barátom, utána megnézte, hát ha van itt még valami finomság. Hát jót volt egy száraz kaja, az oda kiputjan, de azt nem fogjuk megenni, mert az egy rossz szem szokott a száraz lenni mindig egy-egy rossz szem, ami nem jó minőségű, és ezt ki szoktuk válogatni. Aztán utána pihentünk egy pár órát, teljesen kivótunk terülve, egyikünk jobbra, másikunk balra aludt, és épp arról álmodtam, mikor jönnek haza a gazdék. Egyik nap pedig képzeljétek el, hogy mi történt velünk, Hát el is indultunk, azt hittük, hogy sétálni megyünk, de már a gyanús voltam, ma már nem olyan fejet vágott, mint amikor sétálni megyünk. Hó, oh, mondom, ez elég érdekes, mert a körmöcskémet nézegette. Ha mondom, ahhoz ne nyúljál hozzá, mert az én privát körmöm nézegesd a saját tudat. És kiderült, hogy hová megyünk. Kutya kozmetikába, körömvágásra. Utálok ide járni, de ez egy nagyon rendes néni, aki itt leszokta várni a körmöcskémet, és elég gyorsan szokott dolgozni. Úgyhogy elég hamar túlélem, mint a másik moha is itt van. Aztán Hát itt bent sem videózott a gazdi, mert azt mondta, hogy elég nehéz két kutyát fogni, amikor egyik se bemenni. Aztán utána teljesen kikészültünk a kutyakozmetikától, a körömvágástól, teljesen meghaltam. Aztán nem sokára feléledek, csak most egy kicsit ki kell pihenni ezt a szituációt, mert azért nem minden nap nyúlnak hozzá az ember körméhez, főleg én utálom az ilyet, nem szeretem, amikor bántják a körmöcskémet. Barátom is teljesen kifeküdt, nézzétek meg, ma oldalt fekszik. Hát ő is egy kicsit meghalt, de mindjárt ő is túl fogja élni a dolgot. Aztán utána lehet játszunk egy kicsit. Mert képzeljétek el, hogy ma is nagyon meleg van. A gazdiai biztos élvezik a nyaralást, mert ott is jó meleg van. Utána a szokás szerint itt válogattuk, hogy mivel akarunk játszani. Hát én itt mi nem döntöttem el, melyikkel szeretnék játszani. De most nem volt már olyan így a barátom, már megszokta, hogy én is hozzá fogok nyúlni a cuccaihoz, nem csak ő. Aztán itt nézegettem, és tudattam mamának, hogy valami mást adjon, mert ezek unalmasak is most mással akarok játszani, nincsen valami izgalmasabb. Aztán nem tudtam eldönteni végül, mivel akarok játszani. Sziasztó! Gondoltam, hogy nem ezt meg. Na és most végre eljött az a pillanat, amikor a gazdék odaadják az ajándékot, amit már engedtek. Nekem is olyan sokat beszéltek róla. Kaptam kiskacsákat, még hozzá kettő kiskacsát. Az egyik sipoló kacsa, ha nézem meg, hú, ez jó sipol, azt a kiskacsát azt mondták, hogy Olaszországban vették nekem mihezolóban, ahol voltak, ahol ők sokat strandoltak. A másik kiskacsát pedig Velencébe vették nekem, rá is van írva, hogy Bon Velence. Nagyon durva, meg fogom majd nézni mind a kettőt, és megígértették hanem, hogy ne, nem bántom meg, hogy nem szabad széljen és mi. Na kaptam egy jutalomfalatot, és ezt pedig Szlovéniába vették, úgyhogy mindenhonnét hoztak nekem valami jó dolgot. Nekem most a legjobban a sipoló kiskocsa tetszik, mert ameddig sipol, addig jókat lehet vele játszani. Na hát ameddig a gazdi figyel, addig megpróbálok nagyon óvatos lenni, nehogy véletlen szétessen, hogy valami baj történjen vele. Ez a püs kacsa meg nagyon aranyos, erre vigyázni fogok jobban, mint erre a gumiskocsára. Már tudjátok, a gumikacsák azok azért eléggé a gyenge pontjaim. De kicsit játsszuk ezzel a másik kacsával is, aztán meg szeretném kóstolni majd egy jutalomfalatot is. Na ezt a papírt meg azt, hogy vegyük le róla, hogy megkóstolom, amit vettetek. Hát ez elég jó, de azért az orlandos kormász az még mindig sokkal finomabb, szerintem. Jaj, hát jó van ez, Azért nem teljes kárpótlás azért, amiért engem itt hagytatok és lepasszoltatok a mamának, azért ennyivel nem lehet lefizetni, mostantól folyamatosan nyakatokba leszek, és minden lépéseteket figyelni fogom. Na mindegy, most játszok egy kicsit ezzel a gumikacsával, mert amúgy nagyon tetszik, és úgy csipol, nagyon durva, aztán egy el-vissza magammal gyűröm, mert én úgy szoktam játszani, hogy minden játékot maga át szoktam gyűrni. Ez az egyik szokásom, nem tudom, ti szoktatok-e csinálni ilyet. Aztán rázom össze-vissza, a plüskocsa is eldőlt, nézzétek meg, hogy eldőlt. És azt mondta a gazdi, hogy óvatosan Merlin, mert a végén ki ezt, ki jön a síp, Kiesett a síp. Na, pont erről beszélt a gazdi, hogyha nem vigyázok, akkor kiesik a síp. Nos, hát most láthatatlanák, te nem magamat nem én voltam, én itt se voltam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most játszok másikkal, mert a másik ma más szétesett. Na, most már itt vagyok, és végre hazajétek a gazdiék. Láttátok, hogy mennyire örültem, ott láthattátok az igazi hangomat is. Gondoltam, hogy ezt megmutatom nektek, hogy én így sihogattam, amikor hazajétek a gazdiék, de most így a videó vége felé szeretném nektek összegezni, hogy milyen volt a gazdék nélkül egy teljes hétig. Hét napig nem voltak itthon, képzeljétek el, addig nem volt élőadás se, a videókat az előre elkészítették, úgyhogy az volt, viszont már remélem, hogy hiányoztam nektek, mert most már jönni is. Na, de most átjöttem ide a szobába, és összegezzük, hogy milyen volt ez az egy hét. Hát voltak benne jó dolgok is, meg nem jó dolgok is. Napközben egész jól el voltam, de mindig megnéztem az ajtót, hát hogyha érkezik a gazdi. De sajnos nem jött, aztán mondta mama, hogy ne várja őket, mert majd csak egy hét múlva jönnek, és majd szólni fog, hogy ha jönnek, és hogy hétszer kell itt aludnom. Itt mocsika, most egy kicsit itt elfáradtam, úgyhogy ha nem bánjátok ledölök. Elég sokat játszottunk a barátommal. Az jó volt, hogy a barátom ott volt végig, mert én nagyon szeretek vele játszani, és folyamatosan elfoglaltuk magunkat, nem unatkoztunk, mert mindig mentünk a másik után, aztán szomszédoltunk, az jó volt, hogy mindig ki tudtam menni a kertbe, ma mondom a mamának is, hogy egyszer nekünk is legyen saját kertünk, ahol én leszek a főnök, az milyen jó lenne, most elképzeltem, hogy otthon is bármikor kimehetnék a kertbe, azt mondta a gazdi, hogy megígéri nekem, hogy egyszer lesz mond nekem is a saját kertem, hú, de jó volna, Na, minden utána képzeljétek hogy el, jaj, sokat strandoltunk itt a kis medencébe. Úgy, hogy végül is jó, tehát esténként a kicsit nehezebben tudtam elaludni, mert azért hiányoztak nagyon a gazdiek. Aztán végül az utolsó nap, amikor már közelítettek, írt a gazdi mamának, hogy mindjárt jövünk, és akkor szólt nekem, és én nagyon boldog lettem, és sikogattam örömömbe. Na de ez a videó ennyi lett volna, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett nektek. Ha igen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb majd a következő videóban, most már a nem fognak elutazni, úgyhogy sokat fogok jönni hozzátok élőadásokba is, rég videókba is. Na, cső!